Hazatért az idei Bajnokok Ligája győztes Liverpool foci csapata. A döntőben a Tottenhamet 2-0-ra legyőző gárdát valóságos hősként köszöntötték a belvárosban. Liverpoolban már egy éve is nagy volt az ünneplés, amikor az együttes csak ezüstérmes lett. Vasárnap azonban több tízezren lepték el az utcákat, hogy köszöntsék a buszokon végig vonuló játékosokat. Ez fantasztikus és egyszerre hihetetlen nekünk. Maga is láthatja a hatalmas tömeget, hát borzongató, nem? Emberek lógnak mindenhonnan, örvendezett az egyik szurkoló. Erre nincsenek szavak. 3-0-ról jöttünk vissza a Barcelona ellen, és most itt vagyunk. Hihetetlen, hogy ez megtörtént, tette hozzá egy másik. A Liverpoolnak ebben a szezonban több sérüléssel is meg kellett küzdenie, a játékosok mégis végig szívből játszottak, és a madridi Wanda Metropolitano stadionban a legjobb formájukat sikerült hozniuk. Tudósítónk a karneváli hangulat kellős közepéből jelentkezett. Az biztos, hogy ezeket a napokat sohasem fogják elfelejteni a liverpooliak. Megérdemelték 6. európai trófeájukat, és persze a cél továbbra is az, hogy a csapat 1990 óta először megnyerje a brit bajnokságot is. Most már ők a legfőbb esélyesek, és mindenki bízik bennük. Szenvedély, mosolyok és tánc, a buli pedig még csak most kezdődik. Andy Rubini for Euronews in Liverpool.